igazi halloweeni hangulat van Török Bálinton kint sűrűköd, itt bent pedig egy fergeteges buli. Milyen hagyományai vannak ennek a Halloween partynak itt Török Bálinton? Igazából 3 év kihagyás után most nyílt alkalmunk megrendezni a Halloween partyt. 2019-ben volt utoljára, és most ugye hosszú idő után úgy éreztük, hogy talán egy kicsit megint eljött a pillanat, hogy az emberek kiengedjenek. Mert nem csak a gyerekeknek, hanem néha nekünk felnőtteknek is szükségünk van arra, hogy ilyen bohócot csináljunk magunkból, egy picit táncoljunk, egy picit letegyük a mindennapok problémáit, és azt gondoljuk itt a művelődési házban, hogy egy ilyen rendezvény, ami egy témához kötött, be lehet öltözni, vagy ki lehet vetkőzni, ez alkalmas lehet erre. Fantasztikus jelmezeket látok, itt vannak a szellemírtók is, milyen jelmezekkel találkozhatunk még? Vannak visszajáró csapataink, akik évről évre nem csak itt a Halloweenon, hanem van egy nagy farsangunk is, akik részt vesznek. Őket mindig várjuk vissza, mert csapatostul szoktak beöltözni. Tehát nem csak egyénileg érkeznek a vendégek jelmezben, hanem nagyon sok példa van arra, hogy egy egész csapat egységesen beöltözik. És azt érezzük mi is a kollégákkal, hogy idomulunk ehhez az egészhez, és szinte munkaköri kötelességként akkor mi is beöltözünk, és így várjuk a vendégeket. A jó hangulatért kifelel a pultok mögött. DJ MZ per X, így hívják a DJ-nket, aki fergeteges retrozenékkel, napjaink slágereivel várja a kedves megjelenteket. 11 óra magasságában egy kis versenyt is tartunk nekik, megválasszuk Mr. Rémisztőt és Miss Borzasztót.